Kedves versenyzők, kedves szülők, hozzátartozott tisztelt tanárok, tisztelt házigazdák! Örömmel jöttünk immár harmadszor, hogy az országos Bartók immár nemzetközi zeneiskolai zongoraversenynek a gála hangversenyét méltó keretek közt ezen a csodálatos helyen rendezzük meg, illetőleg a gyerekek a műsorokat itt adják. A sok-sok fáradozás, mint nem lehet itt mindenki nyilván, mert a mostani jutalmazottak azok, akik főként itt vannak, de a sok-sok fáradozás, ami az összes versenyző felkészítés és azoknak a felkészítés, akik el se jöttek, mert a tanárok nem tartották illőnek a versenyindításokat, az hihetetlen sok munkának, fáradozásnak az eredménye. Én ezt mondjuk most, mint zenetanár, köszönöm a gyerekek, meg mindenkinek a nevében, hogy nem adják fel, nem vesztik el a hitüket, és továbbra is értelmet látnak abban. És kívánom, hogy minél több eredmény legyen ennek a hitnek, és ennek a hihetetlen sok munkának a gyümölcse. A versenynek a fővédnöke, Hoffmann Rózsa, államtitkár asszony, a versenyt, illetőleg a versenyzőket egy levélben köszöntötte, ezt szeretném most felolvasni. Tisztelt igazgató, tisztelt zsűritagok, tanárok, kedves versenyzők! Milyen könnyű dolgunk van, amikor külföldiek előtt kiejtjük Bartók Béla nevét. Egy nevet, amelyre az európai kultúrember felderül, hogy végre egy magyar, akiről nagyjából tudom, kicsoda. Némi irónia bizonyára kicseng a bevezető mondatomból, hiszen a művelt európainak talán ott kellene kezdődnie, hogy a sajátján kívül a többi nép egyéb nagyjairól is tud valamicskét. Nem így van. De éppen mert nem így van, büszkeségtől tel, amikor arról hallok, olvasok, hogy vannak még Magyarországon olyan zeneszerető emberek, akik az ügyért időt és energiát nem kímélve, támogatás és talán még bátorítás nélkül is lelkesen fáradoznak egy zongoraverseny megrendezésén. A Bartók Béla zeneiskolai zongoraverseny már harmadik alkalommal bizonyítja, hogy nem herdáljuk el, hanem gondozzuk és szeretjük az örökségünket. Bizonyítja azt is, hogy Bartók Béla zenéjében nem csak a vájt fülűek gyönyörködhetnek, hiszen ő rengeteg olyan zongoradarabot is ír, amelyen a zenét tanuló gyerekeink tanulóból igazi zongoristává növik ki magukat. És hogy később az Isten adta tehetségük ezen a téren teljesedik-e ki vagy nem, az olyan szempontból mindegy, hogy aki egyszer belekóstol az igazi zene művelésébe is, nem csak a hallgatásába, az minőségileg magasabb fokozatba lépett. Úgy fog élni és alkotni, dolgozni, családot alapítani, a gyereket nevelni, hogy szinte a génjeiben hordozza és adja tovább a magyar zene legmélyebb rétegeire is leszálló zsenik, Bartók és Kodály és a többiek példáját, zene filozófiáját, dallamait, népszeretetét. Köszöntöm a zongoraverseny hazai és határon túli résztvevőit. És köszönöm a megtisztelő felkérést, hogy a rendezvény fővédnöke lehetek. Sok-sok szép élményt, jó szereplést kívánok mindnyájuknak, és előre is gratulálok a nyerteseknek. Örülök, hogy a mostani oktatás irányításnak a vezetője ilyen levéllel méltatja szóra a verseny, és tulajdonképpen köszönöm meg mindazoknak a fáradozását, akik ebben sokat tettek. Akár a szervezők, akár a felkészítő tanárok, főként ők, a versenyzők, akiket néhányan most képviselnek, és ezúttal is köszönöm Szirányi János úrnak és a Bartók Ház valamennyi munkatársának, hogy helyet biztosítottak nekünk. Köszönöm a figyelmet! És akkor most megkérem Eckhardt Gáborodat, a zsűri elnökét, hogy mondja el, röviden mondani volt. Hölgyeim és uraim! Kedves gyerekek, kedves tanárkollégáim, kedves ismerősök, Bartók Ház vezetősége. Én két gondolat köré szeretném csoportosítani, és nagyon röviden a mondandómat, és aztán átadom Kemenes Andrásnak, aki némi élőbb szóval fog valamit mutatni nekünk. Az egyik gondolatom az volt, amikor az első Bartók zongora versenynek a
felhívását olvastam, illetve személyesen igazgató úr megkeresett, hogy részt vennék ennek a munkájában, akkor elkezdtem kutatni az emlékeimbe, hogy mikor volt tisztán Bartók zongoraverseny Magyarországon, illetve a világban. Kicsit utána néztem az adatoknak, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy ilyen. Európában nem volt, Japánban igen, Európában nem. És hát nem csak az, hogy a szívemet melengedte maga a tudat, hogy Bartók zongoraverseny, hanem elkezdtem gondolkodni azon, hogy hogy állunk Bartókkal, mi magyarok. Azóta eltelt ugye 6 év, és volt közben egy nagy jubileum, ahol hát úgymond megpróbáltunk eleget tenni Bartók szellemének. Szerencsére idén egy olyan év van, amikor nincs Bartók jubileum, tehát az volt a kérdés bennem, hogy tulajdonképpen Bartók megállja-e a körünkben a helyét, és hogy méltó helyen tudjuk-e ünnepelni akkor, amikor se 100, se 150, se 200, se sajnál. És kívánkozott az alkalom, hogy ugye Liszt év kapcsán kicsit összehasonlítsuk a dolgot, hogy hogy lehet az, hogy Bartók Béla magyar. Mert hiszen Bartók Bélának a magyarsága nem sokon múlott. Hiszen tudjuk, az édesanyja az német volt, egy olyan területen élt és született, illetve gyerekkorát olyan helyen töltött, ahol négy nemzetiség élt egymás mellett hihetetlen nagy békében, és az apját miután korán elvesztette, adódott, hogy menjen Pozsonyba tanul, és Pozsony az közvetlen Bécs mellett volt. Tehát egy német ajkú édesanyja egy pozsonyi gimnázium évek után szerintem logikusan következett volna, hogy Bécsbe kell menni tanulni, és akkor Bartók Béla nem olyan lenne, mint a Lisztházon az a két felirat, hogy a német nép nagyfia, meg a magyaroknak a nagy zeneszerzője, hanem egyszerűen színtiszta osztrák zeneszerző lett volna, valószínűleg a világ legnagyobb zeneszerzője, legalább olyan kultusza lett volna a Mozartnak. Volt egy bizonyos Doknányi Ernő, aki áttételesen segített abban, hogy Bartókból mégis magyar legyen, hiszen Doknányi volt a nagy példakép, aki szintén Pozsonyban tanult, és Doknányi a századfordulón Budapestet, a Zeneakadémiát választotta a tanulmányai színhelyén, és ő volt tulajdonképpen az Zeneakadémia első olyan növendéke, aki nemzetközi rangra emelte a Zeneakadémia oktatási eredményeit azáltal, hogy világjáró művészre. Bartók ennek nyomán kerül Budapestre, hiszen ha Ernő Budapestre megy, akkor Bélának is itt van a helye, és hát tulajdonképpen ennek köszönhetjük, hogy Bartók Béla mi zeneszerző. És amikor hallgattam ezt a versenyt, akkor az a kérdés merült fel bennem, hogy vajon mi hogyan ápoljuk Bartók emlékét, mi zongoristák, hiszen nekünk kiemelt feladatunk van. Bartók Béla életművében a úgymond pedagógiai célra felhasználható műveknek a legnagyobb része a mi hangszerünkre jól. Ezek mind zongora művek. Tehát én nem kérhetem egy fúvostól, hogy ápolja Bartók szellemét, nem kérhetem mondjuk egy hárfástól, igaz, hogy nagyszerű hárfaszolók annak a zenekari művén, hogy ápolja Bartók szellemét. Még azt kell mondanom, hogy az énekesek is csak egy bizonyos életkor fölött, de ők 18 év alatt szerintem nekünk, zongoristáknak az egyedüli feladatunk, hogy Bartókot életben tartsuk. És ha innen nézem, akkor ez a verseny egy fantasztikus kezdeményezés. És azt kell mondanom, hogy a zeneiskolának és a kollektívának, a igazgatónak, az egész segítőgárdának, Erzsébetnek különösképpen szeretném a zsűri nevében a versenyzőket, felkészítő tanárat és Bartók nevében megköszönni ezt a versenyt. Úgyhogy egy egészes képviselőt. A második gondolat az ötödhez kapcsolódik, hiszen úgy nevezte igazgatót, hogy nemzetközi Bartók. Én egy picit javítanám azt, hogy Kárpát-medencei Bartók verseny, és ez megint csak Bartók szellemisége sokkal közelebb áll, hiszen ő maga is a Kárpát-medencei népzenét gyűjtötte elsősorban, és nem kizárólag a magyar fundamentumokra koncentrál. Úgyhogy nem tudom, hogy van itt képviselője, de Felvidékről és Erdélyből úgy láttam, hogy három vagy négy iskola képviselte tanulat. Ez is egy óriási előrelépés, és gondolom, hogy egy folytatása lesz. Esetleg nem csak a magyar ajtóak között. És akkor a harmadik, azt már nem én mondom, hanem még tegnap már erről beszéltem a kollégákkal. Kemenes András kollégámat megkérném, hogy ha még működik egyet az elektronikus, mutasson valamit. Én is két apró részvételt, egyrészt én nagyon köszönöm, hogy részt vettem ebben a munkában, már nem tiszteltem, érezem, és
Ha itt vagyunk a Bartók házban, akkor a forrás, egy fontos dolog is, két dolgot szeretnék. Tegnap vitatkoztunk a kollégákkal a zsűrivel, hogy most a Polinákban ez van, hogy most mi van? Meg lehet hallgatni. Tessék meghallgatni, Bartók gyűjtötte 100 évvel ezelőtt, ha valaki el tudja dönteni, ez alapján, hogy van egy rottókhoz. Teljes csöndet, mert nagyon halkan fog szólni. Akartam megmutatni, a másik még egy apró megjegyzés a hátsó borítón levő nagyon szép történethez, és ez a csíksomjai dal. Én is ott voltam Csíksomjön, és én is énekeltem boldogan ezt a ősi himnuszt, ugye erről elég sok tanulmány, sok minden is van. Valószínűleg a fordítottja igaz, hogy egy Bartók által komponált dal egy ilyen népdalá vált, és szerintem ez egy akkora csodálatos dolog, hogy az este a székeknek el tényleg újra népdalá formáltatott. Köszönöm szépen! És akkor még egy nagyon rövidet szeretnék, csak kizárólag a itt részre derülő, itt részt mai hangversenyen játszó és győztes versenyzőknek, de kérlek, hogy adjátok tovább a kollégáitoknak. Néhány tanács ifjú előadó művészek. Dolgozz 6 napot, a 7. jár. Ne dúdolj játék közben, énekelj a zongorán. Ne kísérd te magadat hangosabban, mint fele barátod. Imádd a moduláció. Ne lopj a lemezről. Kivéve ezt az esetet. Ez nincs benne. Ne usztass mindent a pedál. Ne suttogj, mert fele barátod sem hal meg téged. Légy babonás, félj, aki nem gyakorolt műsortól. Szeresd a polifóniát ifjúságodtól kezdve, akkor öregkorodban is hű marad hozzá. Ez így van, ez bizonyítom. Ne találj ki fellépés előtti szokásokat. Fellépéseidre a kottát csak fejedben vidd el, sohasem a táskában, képletesen. Szeresd munkádat, végezd könnyedén és jó kedvel. És azt ígértük, hogy néhány tanárkollégának a kiemelkedő teljesítményt itt adjuk át a jutalmat, és nem ott, hiszen a növendékek is itt vannak. Ezért kérem szépen Halászné Vere Zsuzsa tanárnőt, aki a 6. betű Tóth Haladás tanára. Erika tanárnőnek, aki a 2. keti Járdányi Pál zeneiskolában tanít, szintén 3 növendéke jutott döntőbe, hát szégyellem kimondani az eredmény listát, mert hát 2-ek kaptak kiemelt nívódíjat, a 3. is szinte már csak vetve lecsúszott, úgyhogy gratulálok. Elsőként az első korcsoportból Boros Mihály következik, aki Schubert C-dur mennyei adja elő.
iskola, tisztelet zeneiskolából, tanára Megyi Móreczka és Schmidt Ildikó és kiemelt nívódíjat kapott. Köszönöm szépen! Következik az első korcsoportból Csanálusi Ilona, aki a Hubay Jenő Alapok Művészeti Iskolából érkezett Budapestről, tanára Bomor Istvánné. Kiemelt nívódíjat és Bartók külön díjat kapott. Thank you.
Bartók szonatinája után most egy újabb Bartók mű következik, harmadik mondó, Lakatos Tamás fogja előadni, aki a Tóth Aladár Zeneiskolából érkezett Budapestről, tanára Halászné Veren Zsuzsa, kiemelt Nimbodiat és Bartók díjat.
elsőként Berec Mihály, aki a Ráczaladár Zeneművészeti Iskola, Táncművészeti Képző és Iparművészeti Alapfokú Művészeti Iskolában érkezett Budapestről, tanára Major Edit. Ő Bartók 15 magyar kalasztalából ad elő részleteket, és kiemelt hívogi ötert a versenyen. Thank you.
Arnóti Róza következik, Bartók Kolindák második sorozatát fogja zongorázni. Róza Budapestről érkezett, tanára Bechterika, a Jardányi Pál zeneiskolában tanult és kiemelt Nyíródíjat érdemelt. Thank you.
Nobel-díjas, a Kocsis Krisztián, szintén Bechterik a tanárnő növendéke, de ő sajnos már a betegett, úgyhogy ma nem túl nekünk zongorázni. Így aztán következik Szél Nikolett, a negyedik korcsoportból, M. Bodonpán zenei iskolából érkezett Kecskemétről. Tanára Bújdosolné Csáki Edit, és a legjobb Bartók előadás díját nyerte. Így aztán, amit játszik, Bartók Osztinától. Szép hétvégét és három év múlva reméljük, hogy találkozunk.